Nem csak az erdő sűrű aljnövényzetében, hanem saját házunk táján is megfertőződhetünk kullancsal. A kerti munkálatok tökéletes alkalmat adnak a veszélyes élősködőknek arra, hogy megtapadjanak testünkön. A leghatékonyabb védekezési lehetőség az, ha időben eltávolítjuk az apró vérszívót. Néhány praktikával azonban megelőzhetjük túlzott elszaporodásukat a ház körül. Minél rövidebb, minél alacsonyabb a növényzet, annál kisebb az esélye annak, hogy túléljenek ott a kullancsok, hiszen nekik a páratartalom egy kritikus tényező. Ha kiszáradnak, akkor azon a helyen nem fognak tudni túlélni. A következő dolog az, hogy a nagy sűrűségű növényzetet érdemes kerülni, tehát ahol nagyon sok a bokros, dúsalj növényzetű hely, ott megint várható, mind a rákcsálók, mind a sünök, mind pedig ugye a rajtuk élősködő kullancsok könnyebben fognak tudni előfordulni. És emellett még, amit meg lehet tenni, hogy ha bizonyos részeit akarnám, mondjuk egy játszóteres övezetet alakít ki valaki a kertjében, akkor akár egy kavics szegéllyel körbevéve azt szintén csökkenthetjük, hogy komolyabb mennyiségben kullancsok tudjanak közlekedni itt a területen. Itt rögtön hozzá kell tennem, hogy nem maga a kullancs az, ami általában a saját lábán beérkezik a kertbe, hanem ugye a gazdáink keresztül szokott ő közlekedni, a madarak, a kisemlősök nagy távolságokra is könnyen elszállítják őket. Az újonnan megjelenő veszélyes fajok terjedésének felmérésére kullancsfigyelő programot indított 2 éve az Ökológiai Kutatóközpont. A szakemberek most a nem őshonos fajok tanulmányozása mellett a hazai vérszívók állományának vizsgálatát is elkezdték. A Kullancs a kertben című program a lakosság bevonásával indult tavasszal. A kullancsfigyelő.hu honlapon lévő adatlap kitöltésével lehet jelentkezni erre a programra, és hogyha valaki jelentkezett, akkor kiküldjük neki részletes magyarázattal együtt a gyűjtőanyagot, aminek a segítségével részt fog tudni venni a gyűjtésben. Arra kérjük egyébként az érdeklődő résztvevőket, hogy rendszeresen vizsgálják a kertjük különböző részeit, arra tekintet, hogy van-e kullancs vagy nincs. És amit ők profitálhatnak ebből, akik részt vesznek, az az, hogy visszajelzünk annak kapcsán, hogy egyáltalán milyen veszélyek lehetségesek a konkrét kertben az alapján, amit találtak, illetve hogy későbbiekben esetleg melyik részét kell kerülni a kertnek, vagy melyik részében kell óvatosabban közlekedni, illetve, mint mondtam, ugye, utána átnézni a saját testszerű. A mi oldalunkról pedig azért nagyon fontos adatszolgáltatás ez, mert nem csak arról kapunk egy képet, hogy milyen kullancsfajok és milyen gyakorisággal fordulnak elő a kertekben, hanem későbbiekben a laboratóriumi vizsgálatokkal a kullancsok által terjesztett fontosabb kórokozókat is szeretnénk vizsgálni ezekben a mintákban. Szakemberek szerint a kullancsok száma a kertekben is növekedhet majd, ugyanis egyre több urbanizálódott emlős és madárfaj segíti terjedésüket. Ez azért is nyugtalanító adat, mivel a szakirodalom alapján a Lyme-korral diagnosztizált emberek jelentős hányada a saját kertjében fertőződik meg. Az Ökológiai Kutatóközpont Kullancs a kertben című programjára az ország bármely pontján élő kerttel rendelkező állampolgár jelentkezését várják a kutatók. Az átfogó vizsgálat a tervek szerint legalább 1 évig tart majd.